Hát mindenkit üdvözlök nagy tisztelettel és szeretettel. Nem tudom, hogy hátul lehet-e hallani még pár szót. Nagyjából. Jó, mert akkor tudom erősebben. Oké. Tehát a professzor úr, ahogy előbb megemlítette az epigenetikát, és néhány dolgot még biztos megemlített, csak nem hallottott el egészen odáig, de maradjunk az epigenetikánál, amelynek az a lényege, hogy készség, képesség és más egyik dolgokat meg tud örökölni a születendő vagy a megszületett egyed. Ez azért nagyon fontos, mert az újrajátszási kényszer, amelyről a könyvem is szól, vagy legalábbis még más egyéb kutatás is, az egy olyan természeti törvény, amely ahol senki nem tudja magát kiúzni. Nem lehet arról a kiúzni. Viszont azért kell az epigenetikai készség törvénye, mert ez a készség az, amelyik valójában lehetővé teszi, hogy valóban újrajátszunk eseményeket, azok olyan eseményeket, amely a genetikai teritoriumra jellemző. Apáinkra, dédapáinkra, nagyapáinkra. Tehát vannak olyan események az életünkben, amely tesz egy trauma, amit a dédpapa szenvedett el, és azt a 3 éves gyerekem fogja újrajátszani, pont akkor, amikor 3 éves, mert a dédpapa, amikor elszenvedte a traumát, az egy számtani sorozatban, vagy mértani sorozatban, attól függ, hogy melyiket veszük, a krízis vagy a traumát, mindenféleképpen meg kell, hogy jelenjen a genetikai territóriumban. Tehát a nagypapa elvágta a kezét, 28 évesen is, ha most az 132 éves lenne a nagypapa, vagy dédpapa, de ő már nem él, de genetikailag a legtöbb készséget a dédunoka örökölte, és ő 3 éves, és pont arra az időre jön neki a trauma újrajátszása, akkor a dédunokával fog az történni, hogy elvágja a kezét, és nem tudjuk, hogy miért. De az egész családi eseménysort, vagy a genetikai territóriumban történő eseményeket felkutatjuk, feltárjuk, utána nézünk, akkor értelmet nyer minden egyes jelenben megtörténő trauma, vagy nem trauma, mert azért pozitív élmények is érték az embereket. Tehát nem csak a traumákban kell gondolkozni, mert pozitív trauma nincs, azon képzavar. Tehát vannak pozitív élmények, meg vannak komoly traumák. A könyvemben azt igyekszem nagyon elkülöníteni, hogy van pszichogenetika és van mentálgenetika. A pszichogenetika több nemzedéken, több generáción keresztül továbbadott eseménysor lenyomata, amely a DNS-hez kötődő fehérjék, mint egy nagy memória kapacitással bíró sejtek, emlékeznek, összerakják, és a szinkronizitás törvénye szerint kellő időben aktiválják, és a környezetüket is rendezik. Ahhoz, hogy ők újra tudják játszani, vagy az egyed újra tudja játszani a traumát. Ha egy családban rendszeres például az árulás, akkor már a dédunoka vagy ükunoka kimondottan árulás függő lesz. És mindig olyan emberekkel veszi saját magát körül, akaratlanul, akiket fogják őt árulni. A szenvedésfüggők mindig olyan emberekkel veszik magukat körül, vagy olyan munkát választanak, amiben feltétlenül tudnak szenvedni. Tehát az újrajátszási kényszer genetikailag történt eseményeket, és ebből az a pszichogenetikai része, továbbadják, hogyha a családtagok, az ősök nem oldották meg ezt a problémát. Tehát az árulás problémáját, vagy a szenvedés, vagy a függőség, ám bátor maga az egész emberiség egy nagy függőség, de ezen belül specifikusan lehet függni ő tudatmódosító szerektől, vagy valamilyen tevékenységtől. A mentálgenetika viszont azt jelenti, hogy a terhesség ideje alatt az anya által elszenvedett bármiféle trauma, vagy nem trauma, az lenyomatot képez a magzatban.
de még nem pszichogenetika, tehát nem az édpapától, nagyapától jön, hanem az egy teljesen új esemény lehet a genetikai territóriumban. Na most azért nagyon nehéz észrevenni néha ezeket és differenciálni, hogy mi a pszichogenetika, mi a mentálgenetika, mert közben van a társadalomra jellemző újrajátszási kényszer. Tehát minden társadalom saját magát elkezdi újra és újra és újra és újra és szóval Tamaguchi módon működik. Tehát mindig ugyanazt játszak, hol erősebben, hol gyengébben, de a lényeg az, hogy az egyedre úgy hat, hogy megstimulálja az ő újrajátszási kényszerét. Tehát például, ha 1913-ban és 14-ben négyszeresére nőtt a kórházakba hagyott csecsemők száma, és 2013-14-ben négyszeresére nőtt a kórházakba hagyott csecsemők és a csecsemőotthonokba hagyott gyerekek száma, akkor ez mindenféleképpen jól kirajzolódik, hogy ez egy újrajátszási kényszer. Ez nagyon egyszerű, mert látjuk. De vannak olyan újrajátszási kényszerek, amelyek nem simán eseményre vonatkoznak, hanem egy sérelem karakterére, mert nagyon sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy a traumát hogy értelmezzük. Egy autólopás az nem feltétlenül veszteség, vagy tárgyi veszteség, tehát nem azt kell elsősorban kivenni belőle, van olyan család, hanem azt is ki lehet belőle venni, hogy a mozgásomban akadályozva vagyok. És csak másodlagos, hogy van egy tárgyi veszteség. És lehet, hogy a nagypapának a bringáját lopták el, aki el akart menni a szomszéd faluba, és hogyha a nagypapa, amikor ellopták a bringáját, a bringalopást a mozgásában korlátozásnak tekintette, akkor ilyen karakterű lett az esemény, amit továbbad. Tehát a dédunokánál szintén az lesz a probléma, hogy nem tudok elmenni valahová. Tehát nem az lesz az elsődleges, hogy ellopták az autót. Nem tudom, hogy érthetően mondtam el. Tehát azért nagyon-nagyon fontos, hogy a genetikai territóriumok, ahol mindegyik, vegyünk három familiát, mindegyikben ellopták a biciklit az édpapánál. És mindegyik család másként értékeli ki a bicikli lopást. Akkor a kiértékelés értéke jön tovább a dédunokáig, ükunokáig akár, és nem maga az a pénzveszteség vagy anyagi veszteség. Ezért aztán nagyon sok esetben, amikor meghal valaki a családba, nem értjük, hogy miért lesz olyan könnyedén Marika, hogy meghalt a gyereke. Mert lehet, hogy a dédmama 1910-ben, amikor minden harmadik gyerek zabi gyerek volt, örült annak, hogy szülés közben elpusztult a gyereke, tehát megszabadult egy nagy szégyentől, tehát nem kell gyerekkel visszamenni, és nem is kell, nem tudom, hogy érthető-e. És most meghal, teszem azt a gyermekklinikán, könnyedén túl tud rajta lépni. Sőt, mint ő megkönnyebbülésnek veszi, és azt hiszük, hogy egy lelketlen ember. Közben nem, csak ez az érték maradt meg elsősorban. És közben mégis a traumát átéli, fájdalmasan, de akkor is mégis könnyedén tudtuk rajta túllépni. Vagy például, ha 1910-ben minden harmadik gyerek zabi gyerek volt, 2010-ben minden harmadik gyereket abortáltak. Ez már egy rejtett újrajátszási kényszer, mert a 1910-ben a zabi gyerekeket ott hagyták Gödöllőn is környékén, és azokat eladták cselédeknek. Tehát olyan, mintha a család abortálta volna, vagyis kidobta magából, illetve nem fogadta el. Csak ezt most előrébb hozzák, és abortuszban jelenik meg. Tehát a traumák értelmezésénél, vagy a traumák karakter értelmezésénél nagyon oda kell figyelni, és nagyon pontosan kell értelmezni.
Ez azért nagyon fontos, mert bár előbb hallottam a családállításnak egy fontos részét, hogyha a családállításnál olyan értékeket stimulálnak, amelyekre még nem emlékszik az ember, mert nincs itt az újrajátszási kényszer időintervalluma, akkor nem lehet rendesen helyre tenni. Csak felzaklatódik, valami elindul a limbikus rendszerbe, de nem tud értelmeződni. Tehát ezért jó az újrajátszási kényszer elméletének felhasználása, napi felhasználása, mint traumatérképkészítés, mert akkor specifikusan tudunk egy életkorra, időintervallumra megcsinálni családállítást. Akkor sokkal pontosabb lesz, sokkal precízebb lesz, és sokkal hatékonyabb. Tehát az emberi idegrendszer, sejtek, mi egyéb, mindenre emlékszik, mert van egy természeti törvény, az információ megmaradásának a törvénye. Ez kozmikus, egyetemes törvény. Az is kozmikus, egyetemes törvény, a kvantumfizikát is beleszámítva, hogy az egész létezés, akár ez az asztal, akár egy élőlény, bármi, ami van, az egy folyamat. Tehát valójában nincsen időtől függetlenül létező folyamatmentes állapot a kozmoszban, vagy egyáltalán az egyetemes valóságban. Ezért, mivel minden anyagnak megvan a rájellemző folyamata, a rájellemző belső tér-idő kapcsolata, ebből következően azt kell mondom, hogy itt, hogyha nem tudom hányan vagyunk, mindenkinek megvan a saját belső tér-idő folyamata, öregedése, bla bla bla, most nincs genetikai múltunk, semmi, tehát mindenki szüzen van itt. Tehát ebben a folyamatban, ha bárkit megzavarnak, tehát a belső folyamatában, azt nevezzük valójában traumának. Tehát ebből a szempontból kiveszük a traumaszót a mindennapokból, és most csak mint fizikai, természeti törvény jelleggel veszük, hogy megakadályoztunk egy folyamatot. Lelassítottunk, felgyorsítottunk, teljesen mindegy. Ebben az esetben a folyamatban trauma van. Tehát, na most, ez azért lényeges, mert ha nem folyamatnak tekintünk, vagyis nem természeti törvény, megmásíthatatlan természeti törvénynek tekintünk az ember létezését, hanem abból kivonjuk, akkor mindenféle maszatolás kialakul, és mindenféle elméletekkel tévútra vihetjük az embert. Tehát nekünk az a dolgunk, a pszichoterapeutáknak, a pszichológusoknak, hogy találjuk meg az egyetlen jellemző folyamat téridő állapotát, most így fejezem ki, tehát az ő belső ritmusát, ami lenyomat van a hipofízisben, ha azt megtaláljuk, akkor az ember vissza tud állni saját aránylag egészséges működésére. De ez természetesen nem igaz, mert amit most mondtam, az úgy hazugságban, hogy van. Miért? Mert a társadalom nem engedheti meg, hogy mindenki a belső valósága szerint éljen. Mert ha a belső valóságunk szerint élnénk, akkor nem lehet társadalmi struktúrát fenntartani. Tehát a megállapodásokkal a belső valóságunkról le kell mondani. És minél gyakrabban lemondunk a belső valóság megéléséről, annál jobban eltévedünk önmagunkba, és pszichológiai konfliktusba kerülünk önmagunkkal. Amikor pszichológiai konfliktusba kerülünk önmagunkkal, akkor sebezhetőbbek vagyunk, és a társadalom által amúgy is megváltoztatott belső sebességünk, tehát a belső folyamatunk, amit a társadalom megváltoztatott, még inkább lelassul, felgyorsul, begörcsöl és összetörik az egészséges élethez való kapcsolódásunk. Nem tudom, hogy ki hány órakor ébred, de nagy valószínűséggel senki nem akkor kell, amikor szeretne ébredni. Ebből következően helyből már egy más működése van ráállítva az ember,
másként kezdve működni, egy társadalmi erőszaknak van kitéve most bármely társadalom, ahol neki be kell járni, X időre dolgozni, úgy van megszervezve a társadalom, akkor indul a villamos, akkor megy a busz, ott van a csatlakozás, nekem be kell érni. Kész, mese nincs. Én át szeretnék menni az útesten, de kötöttünk egy megállapodást az autósokkal, hogy a zebrán megyek át, és amikor a zebrára lépek, ők meg fognak állni a zebra előtt. Tehát csupa ilyen kényszer közösségi megállapodás halmazban létezünk, és ez megakadályoz minket abban, hogy valóban megéljük a mi alapértékünket, amely a fogantatásnál határozódik meg. Akkor, amikor egy kollektív, tehát pszichés térnek hívják néhányan, de maradjunk a kollektív tudat és kollektív tudat alattiban, amikor elindul a nemzési, a szaporodási gesztus, akkor a kollektív tudatban van egy elvárás önmagával szemben, hogy milyen problémát kellene megoldani, amely előbbre vinni az emberiséget, meg önmagát. És van egy állapot, egy pillanat, egy elég rövid pillanat a nemzés időszakában, amikor szélcsend van. Ez azt jelenti, hogy az apa küldőjele és az anya hívójele az majdnem nullára, sőt nullára egészíti ki egymást, és ekkor dominál a kollektív tudat információja, hogy mivé kellene válnod. Ez az információ fog beégetődni a spermiumba és a tüszikébe, és majd később a hipofízisbe. Ezért van az, hogy nagyon sok felszakadott ember, aki nem tudja a belső valóságát megélni, nekem valami dolgom van. Nem tudom, mi a dolgom, de valami küldetés érzetem ott viszket, de nem a szerint, nem vagyok az utamon. Ezek az érzések ott megszületnek bennünk, mert a fogantatási karakter és a magzatfejlődési karakter eltér egymástól. Attól függ, hogy a társadalom éppen milyen újrajátszási kényszerben van. A társadalomban forradalmi feszültségek vannak, akkor a menekülési értékek sokkal nagyobbak a terhes anyákba, ebből következően a magzat már paranoid értéket fog kapni. Ez a paranoid menekülési érték viszont megakadályozza, hogy az ő hipofízisében benne lévő információt őjjel, merüljel, mélyjel, légy nyugodt, jöjjél rá, hogy a világítottól, hogy az nem egy hajó, meg bármi, tehát amire rá kell jönnie, nem tud leülni, nem tud rájönni, mert állandóan menekülési késztetése van. Súlyos esetben paranoiditás. Tehát ezek nagyon izgalmas területek az újrajátszásban és a pszichogenetikában, illetve a mentálgenetikában. Na most, előbb elhangzott a hipnózis a professzor úrtól. Azt figyeltük meg, hogyha egy aktív éberállomterápia, vagy egy hipnózis, vagy egy indirekt minitranszal arra az időszakra fókuszáltatunk, ahol az egyedet a trauma érte, akkor a feldolgozása és a megkönnyebbülése és a traumához való viszonya, mert azt nem lehet kitörölni, és információ, tehát megmarad. De az emocionális viszonya megváltozik. Azáltal, hogy megváltozik, megkönnyebbül. Ez egy nagyon-nagyon fontos része megint a pszichogenetikának és a traumatérképnek, illetve az újrajátszási kényszernek, hogy minden egyes életévünk annak a értéke, mentális és pszichés értéke megegyezik minden egyes magzati hétnek. Tehát, ha az édesanyád
tízhetesen lelépett a villamosról és kibicsaklott a bokája, akkor nagy valószínűséggel, hogy az nagy fájdalom volt, vagy egyéb, a 10 éves fiánál vagy lányánál egy hasonló esemény lesz, nem feltétlenül a villamosról, de valahol megbicsaklik a bokája, de 10 évesen. És hogyha ez megtörténik, tehát a mentálgenetikai esemény, amit megkapott a terhesség alatt a magzat, megtörténik születés után, akkor számítani lehet, hogy 10 évenként valami hasonló a járásában, vagy helyváltoztatásában, vagy bokájában meg fog ismétlődni. Ezt nevezzük trauma ismétlődéseknek, mert 10 évenként történik. Viszont krízis helyzete, ez a bokaficam mértani sorozatban fog okozni, vagyis 10, 20, 40, 80. Tehát annyi éves korban jelentkeznek, de krízis jelleggel. Amíg traumát ismétlünk, addig nem krízis, az nem gond. Na most az újrajátszási kényszerünkben az a legidétlenebb dolog, hogy bármennyire felkészülünk, mivel megmaradt információkról van szó, akaratunktól függetlenül bekapcsol az a homeosztázis a szervezetünkbe, amikor minket a trauma ért, ezért felveszi a szervezetünk ugyanazt a homeosztázist, ugyanazok a rejtett gondolatok is megjelennek, és elkezdünk olyan emberekkel találkozni, egészen addig, amíg össze nem áll a stáb, és akkor meg lehet ismételni. És ez baromi jó. És nem tudjuk kivédeni. Csak felkészülni tudunk rá, hogy ne verje minket annyira padlóhoz. Tehát csak arra tudunk felkészülni. Az, hogy ne történjen meg, az egy buta becsapás ábrán az hazugság. Meg fog történni. Csak lehet fékezni, lehet lassítani, nem kell feltétlenül mindig a lábamnak eltörni, van kis ujjam is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Nem kell feltétlenül gipszágyba feküdni, de lehet, hogy le kell feküdnöm, és akkor 3 napig nem megyek dolgozni. De mindig be fog jelentkezni. Na most ennek van egy nagyon-nagyon csúnya része, az onkológia része, ami engem nagyon-nagyon idegesített egész életemben, vagy legalábbis amióta erre figyelek, tehát az egész életem hazugság volt, az költői túlzás, nem mióta ezzel foglalkozom. Tehát, hogy az onkológiás betegeknél, meg azt az újrajátszási kényszert vigyeltük meg, hogy feltétlenül olyan munkahelyet választanak, ahol olyan dolgozók vannak, akik hasonlítanak a szüleikre, vagy a saját családi karaktereikre. Tehát az onkológus hiába mondja, hogy szakadják ki a családodból, akkor meggyógyulsz, kiszakad, de a hülye visszamegy dolgozni. Ugyanaz. Megvan a Marika, aki anyaszerepet játszik, Gizi, amíg a viagom, és akkor így összeáll a kép, és ez mind a tudatalattiban dolgozik. Teszteredményeket persze ki lehet hozni, de mindig feláll ez a konstelláció. Tehát nekünk muszáj meghalni daganatba, a már aki daganatos, akkor hiszem el, hogyha valaki meg akar gyógyulni, hogyha a munkahelyét is ott hagyja. A családját, munkahelyét, mindenit, amilyen környezetben volt. Na most az újrajátszási kényszerek van, éppen ezért, most amiről beszéltem, egy még veszélyesebb része, a patológia vándorlás. Egy pofát megfogunk, elveszi Gizit, Gizivel együtt él, sőt gyerekük is van, és a pasi rövid időn belül gyomorrákot kap. Kiemeljük a családból, ússza meg, megúszta, elveszi Jolánkát. A Giziékre a daganat volt a jellemző, a Jolánkáéknál a szív. Ahogy Jolánkával együtt él, csinál Jolánkának egy gyereket, rövid időn belül, vagy 2 gyereket, teljesen mindegy, jelentkeznek szív problémák. Na, még innen is le tudjuk választani.
és hozzáadjuk Marikához. Marika, hogy anyja is hülye volt, és jelentkezik a pofánál a pszichés kollapszus. Rövid időn belül, főként a gyermeket nem. Tehát a női dominancia ebből a szempontból nagyon sokat jelent a férfiaknak, de azért, mert gyermeket nem zenek. Ugyanis a párválasztásnál nem mindig az anyáinkat választjuk, de jól néz ki, meg jól hangzik, legalábbis ez egy régi elmélet, de azért lépünk ezen túl. Abban a pillanatban, ahogy gyermeket nemzünk, a női szervezetbe, a női szervezet megfertőződik, az én anyám, az én genetikai territóriumom informatikájával. Az mentál genetikai lenyomatot fog képezni, vagy hogy így mondom a nősténybe, mert most gyerekem a nőket akarom, tehát hímek és nőstényeket ebben a dologban, és ezáltal a hímnek olyan mikrojeleket fog kiadni a nője, a nőstények, mint hogyha ő lenne az anyja. De egy ilyen csak úgy mellesleg meg. Még látom, hogy kizik, de a mikrojelei már az anyám. És amit az anyám mond, hát ezek engedelmeskednem kell. Érthető? És hogyha az én anyám elvárása az, hogy hát dögöljek meg, vagy feleség, most már teljesen mindegy, akkor elkezdek annak eleget tenni. Ez nem azt jelenti, hogy most a nőkettől megúszták, nem, a picit, azért az én anyám az egy hárpia volt, és ebből következően, hogyha tőleg valaki gyereket szül, én úgy elverem rajta anyámat, mint annak a rendje. Tehát ez a patológiák, ezek és a pszichés viselkedések, ezek nagyon furák, de a patológia maga vándorol. Nem tudom, hogy így érthető vagyok-e. Tehát ezek nagyon érdekes területek, amikor az újrajátszási kényszert nézzük. Tehát akkor, amikor egy férfi három nőt vesz el egymás után, akkor javasolt mindig megnézni az új feleség egész familiális történetét, mert akkor látjuk, hogy mi várható a férfinál, ami megjelenik majd, mint betegség. És akkor el lehet kerülni, hogy gyorsan nem veszik el, meg mi sem csinálunk gyereket. Szóval mindegy, tehát ez javasolt. Tehát az újrajátszási kényszer, a traumatérkép, meg az információ megadás törvénye, meg az egész egyetemes valóság, mint egy állandó folyamat, ebben mi csak részt tudunk venni, és a viszonyunkon tudunk változtatni. A történéseken nem. Azok állandóan mindig kapnak impulzust. Igaz, hogy nagyon alacsony szinten, de kapnak impulzust. Nagyon parányi, de mindig kapnak. Mert ha nem kapnának mindig alapimpulzus, egy parányi, akkor nem igaz a kvantumelmélet. Olyan meg nincs, hogy egyik részen igaz, valami, a másik részen meg nem. Az információ megmaradás törvénye igaz a fizikába, de mi emberek között nem. Tehát nem szabad belemenni olyan elméletek napi használatába, hogy bocsássunk meg, felejtsük el, spongyát rá. Mert nem tudjuk elfelejteni, csak legfeljebb le tudjuk nyomni a tudatalattiba, de attól az még ott dolgozik. Nem tudom, hogy itt hányan bocsájtottak meg a szüleiknek, anyukájuknak, apukájuknak, hányan vettek részt ilyen hétvégi programokon meg, angyali időtettel megbocsájtok anyának. Nem szabad, mert akkor elkezdjük az információt lefolytani. Haragudhatunk a szüleinkre. Meg szeretjük is őket. Nem tudom, hogy érthetően. Ez őszintén, minthogyha már nem haragszunk. Megbocsájtok, és külön be van merevet az állkapcsó. Nem haragszunk, mama. Ez hazugság. Érthető? Mert akkor lefolytjuk az információt, és információ torlódást hozunk létre az agyunkba és a szervezetünkbe. És amikor információ torlódást hozunk létre, olyan a pszichológiai konfliktus és belső feszültség alakul ki,
hogy társítjuk a minket ért traumák ismétléséhez az őseink traumáinak az ismétlését. Ezáltal a halmozottan tud megjelenni, és a váratlan kríziseket tud okozni, ami az életutunkból nem volna indokolt. De mivel hazudunk magunknak, lefolytunk, nem engedünk neki kifutást, ezért a belső feszültséget, a belső feszültségek stimulálják a bennünk betömörített információkat, és egy ilyen információ robbanásként egyszer csak krízist tartanak ki. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Tehát nagyon szabadon kell mindig közölni a gondolatainkat, érzéseinket, és nem szabad önmagunknak hazudni. Amikor hazudunk magunknak, az agyunk sokkal több energiát fogyaszt a hazugság fenntartásához, és ezáltal egy idő után butulunk, és ez nagyon rossz. Tehát én azért szeretném, igen, hogyha elolvasnák néhányan a könyvemet, mert abban azért egy kicsit rendszerezettebben, kicsit zavarmentesebben, mondtam el hasonlókat, vagy majdnem ugyanezt. Nem egészen ugyanezt, de majdnem. Tehát, hogyha valakinek van kérdése, én örömmel. Nekem van, felmerült bennem az a kérdés, hogy mi van, Zsóka vagyok, különben, mi van akkor, hogyha egyszer csak bűnöző lesz a gyerekből, a felnőtt gyerekből, miután nem szedte egy gyermeket. Az milyen a következménye lehet, hogy honnan eljöhet ez? A jog szerint bűnöző, vagy az evolúció szerint az bűnöző? Akkor az a jog szerint, a társadalomban bűnöző. Tehát abban a pillanatban, amikor én szaporodok, én attól függ persze, hogy milyen környezetben szaporodok. Ha 8-2-ben szaporodom, akkor könnyebben jár el a szám, meg könnyebben emelkel egy bukszát, vagy egy ridikult, attól függ, hogy milyen környezetben vagyok. A rozsadomban egészen más, és ott öröm az agyom. Tehát azért mondom, hogy társadalmilag bűnöző, vagy életellenes. Társadalmilag, nem életellenes. Akkor nem biztos, hogy bűnöző. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. A szaporulatot életben kell tartanom. Bármi áron. Tényleg mennyibe kerül a vetítő? És már jár az agyam. Mert most az asszony terhes, sőt már lehet, hogy meg is szült, és már azon jár az agyam, hogy hogyan tudja őket biztonságban. Tehát lehet ez is alapimpulzus. Akkor egyfajta gát, egyfajta szorongás hirtelenében feloldódik, megszűnik. Ez az egyik. A másik lehet, hogy olyan csajt vettem el, akiről nem tudjuk, hogy volt-e ott bűnöző. Érthető? Vagy követett el valaki bűnt, mert azért le szoktuk tagadni. Ez belátható. Tehát amikor félhez akarom ott a lányomat, nem mondom el, hogy a nagyapja meg betéréses topájtól ért, én megbúszáztam, akkor nem mondom el. Mert akkor nem beszél, és a nyakamon marad. Tehát vannak információ elhallgatások. Nem tudom, hogy érthető vagyok. Értem, igen. Értem. Jó, hát akkor lehet szünetetlenül kérdés. Még egy egyszerűen, és az a rengeteg alapos megbetegedés, ez a társadalomnak egy újrajátszási kényszere, mert és ott megjelennek, hogy élnek azok az egyének, akik gyakorlatilag ezzel a feladattal jöttek, hogy szóval... Ja, értem, értem. Hogy ez hogyan rendeződik, mert nyilván berendeződik, és a társadalom szintről, vagy egyén szintről rendeződik? Mind a kettő. Ugyanis van egy nagyon fontos dolog. Akkor, amikor az izmusok harca egy adott kultúrában megerőszakolja az evolúciós kultúrát, illetve megerőszakolja arra a népre jellemző kulturális kultúrgenetikát, akkor mindig kialakul egy ősösztöni konfliktus. Tehát amikor Pistályék leölették az összes Tártost és Sámát, akkor az bizony informatikailag egy hatalmas katasztrófa volt, érthető? Akkor, amikor a feudalizmusunk nem tudta magát kifutni, és rögtön
megerőszakoltuk őket a szocializmussal, tehát kihagytunk néhány társadalmi fejlődési lépést, ez mind konfliktus. Viszont, hogyha szólni merek, akkor azért nagyon komolyan elvitték az embert. De nem csak a szocializmusnál, bárhol, oké? Tehát amikor a megfélemlítés megjelenik, amikor az önlepojtás megjelenik, ez egy pszichogén, ez az 1/1-es pszichogén. Hogyha az 1/1-es pszichogén aktivált, vagyis nem szól szám, nem fáj fejem, és még elénekem az orosz színuszt is, ha kell, csak maradjunk meg, ez már alapot teremt arra, hogy daganatosodjak, vagy tisztásodjak. Ha még erre rájön az, hogy zsarolható vagyok érzelmileg, akkor tuti. Tehát erre a társadalom kondicionál minket. Nem tudom, hogy érthető. Értem, csak ugye... A családon belül ez a családi minta, ne szólj apadnak. Tudod, apadnak nem szólunk. Ugyanúgy 1/1-es a pszichogén, tudod milyen apadon. 1/1-es a pszichogént aktiválja. Tehát a társadalom és a család azért valahol nagyon tükrök egymásnak. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát ez együtt, de ennek van kultúrgenetikai gyökere. Nagyon régen visszamenőleg. Nem tudom, hogy érthető. Ezt értem. És az nem megnyugtató, hogy csak a viszonyulásunk változtatható. Tehát, hogy... Ha a viszonyulásunk egy traumához megváltozik, akkor lehet, hogy az a folyamat, az a betegedési folyamat, ami elindult, az erőtlenné válik. De én nem szeretem sohasem azt kimondani, meggyógyulsz. Nem. Ha az a folyamat időben, azt a folyamatot időben sikerül leállítani. Ezért mondtam, hogy az egész létezésünk egy folyamat. Ahol vannak információ tömörödések, információ hígulások, de hogyha a viszonyunk megváltozik önmagunkhoz és a világhoz, akkor a folyamat át fog struktúrálódni, visszaáll az eredeti állapotára. Tehát én nem szeretem azt, hogyha az emberek meg akarnak gyógyulni. Azok általában belehalnak. Azt szeretem, hogyha az ember élni akar, és akkor mellesleg meggyógyul. Tehát melléktünet a gyógyulás, nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát így. Tehát nem a gyógyulás van a fókuszban, hanem az élet van a fókuszban. Azzal, hogy nekem meg kell gyógyulni, azzal nagyon sokszor kőszobrot állítok a betegségemnek. Azzal, hogy imádok élni, és másként nézem a folyamat, érthető? Értem. Jó, tehát akkor így most megmutatok? Mi nem? Nem becsapni akarom, csak komment. Nem, értem. Azt hiszem, még idő kell, hogy jobban megértsem. Azért nem akarok kérdezni, mert... Jó. De értem, tehát az életösztön felkeltése a cél valami. Nem az életösztön, az benne van a DNS-ben. Az élet imádat, szeretet. Tudod, hogy mennyi gyönyörű szemem van? Tudom. Érted? És akkor elindul a folyamat. És ez egy nagyon fontos. Hát azonnal az életből kell táplálkozni. Ez vonatkozik a meddőségre is? A magyarországi meddőségnek legalább 80%-a mentális. Mentális meddőség. Viszonyulást meg tudjuk változtatni, mert most azt hangzott el, akkor nem kell családot meg munkahelyet váltani, hiszen az az ember, ha másképp gondolkodik és másképp reagál ugyanarra a környezetre, akkor visszareakciója is változik. Majdnem. Ugyanis arról van szó, hogy maga a munkahelyi kényszerközösség végül egy alkú következtében, ki nem mondott alkuszok következtében, egy olyan családi struktúrát állít fel, amelyben én látom az én rokonaimat, ott dögöljenek meg, ahol vannak, vagy drága mama, vagy mi egyéb, de én is valamelyiknek egy figurája vagyok az ő család képében. Érted? Tehát nem azzal van a baj simán,
hogy én, az én hozzáállásom megváltozik, de egy adott létszám fölött a többiek, sok úgy disznógyőz alapon, mindenféleképpen korlátoznak engem. Tehát nem azért kell őket ott hagyni, mert én már változtam, és akkor nem kell ott. Nem, azért kell ott hagyni, mert ők még nem változtak. Tehát én az ő agyukba azt a szerepet töltöm be, amit ők belém látnak. Érthető? És ezáltal van egy nagyon komoly kommunikáció az emberek között, és az agyon belül is, ez a non-lokális kommunikáció. Nem kell hozzá közvetítő anyag. Egyidejű. Én szeretnék öntől kérdezni valamit, és maga már mondja is a választ, de még nem mondtam ki a kérdést, de én csak szeretnék kérdezni valamit. Érti? És maga már mondja is a választ. Ez a non-lokális kommunikáció. Ennek a hálójában élünk nap mint nap, óráról órára, amit nem mindig verbalizálunk. De néha összenézünk. És mint hogyha értenénk egymást, pedig nem kommunikáltunk, de nem verbalizáltunk. Tehát az a baj, hogy én is betöltök az ő tudattalanjukba, tudatalattiukba, illetve elméjükbe egy szerepet. Tehát lehet, hogy maga a Pistának a Gizi néni a szomszédból. Tehát azért kell kiszállni belőle, hogy a Pista magát már ne stimulálja, mint Gizi néni. De ha átmegyek egy másik közösségbe, akkor lehet, hogy ott nem a szomszéd Gizi néni leszek, hanem a nagynéni leszek valakinek, vagy az unokahú. Tökéletesen egyetértek ebben az esetben. Nem megoldottam, hanem egy picit változtattam ugyan egy más közösségbe, de ugyanúgy egy szerep. Nagyon jó. Csak mivel már az én viszonyom megváltozott az élet szemléletéhez, ezért be tudnak kapcsolni olyan önvédelmi mechanizmusok, hogy azonnal ráérzek arra, hogy rá ki hogy néz, vagy ki hogy gondol, és már ki is tudok belőle lépni. Ez egy ősi ösztön. Háromféle evolúciós válaszunk van. Támadj, menekül, viseld el. De van egy negyedik, egy rejtett, az elkerülő. Tehát akkor, amikor ő munkahelyet válogat, aha, hú, itt valami van, és már elkerülik, hogy oda belépjen. Tehát ha az ő viszonya megváltozott, visszaállt a belső folyamata, térítős folyamata a helyére, akkor az érzékelése kifinomultabbá válik. És ha kifinomultabb, akkor már még egyszer szarva nem nézünk. Érti? Tehát, de kétségtelen, hogy rengeteg ragadozó, állapotú ember van, aki keresi a színdarabomhoz a megfelelő áldozatot. Ebből kell kilépnünk. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát értem, amit mond, és jó is, de akkor tökéletesen igaz, hogy a másik valójában nem változott. Tehát, vagy nem erősödött meg a változása. Nem tudom, hogy így érthető. Akkor én azt a munkahelyet nem azért hagyom ott, mert nekem azt javasolta egy terapeuta vagy bárki, hanem ha ott hagyom, akkor is vagyok annyira tudatos, hogy a következő helyen már nem azt keresem magamnak. Így van, és nem engedek bejutni embereket, meg értékeket, gesztusokat. Tehát akkor, amikor az ember belép egy munkahelyre, egy új munkahelyre, és alig telik el három óra, már biztos megtalál néhány embert. Képzeld, nekem rövidebb a bal kezem, nekem az agyósom ilyen hülye, a főnökre vigyázz, akkor abból én már szivárgok is azonnal vissza. Mert akkor ez három ragadozó helyből. Érted? Akkor az nekem nem jó, lépek ki. Csak össztársadalmilag az nem jó, hogyha senki nem megy el dolgozni. Tehát ez a cikki, mert valójában mindenkinek azt mondja, hogy maradjatok otthon, kertesház, réparetek, bogyoró, meg paradicsom, lecsó, de hát ezt nem lehet lejátszani, sajnos. De belül... De belül meg kell teremtenünk önmagunknak ezt a paradicsomi állapotot. Vagyis
saját magunkat birtokba kell venni, ez egy nagyon fontos. Ha önmagamat birtokba vettem, akkor nyugodtan megengedhetem, hogy a belső valóságom még mélyebb szintjére tudjak menni. És ebben az esetben, ha most azt kell mondom, hogy ezek transzcendens értékek is lehetnek, nagyon mélyen. Ha ezeket a transzcendens értékekbe megmerítkezem, akkor mindig a belső valóságom lesz a legstabilabb pont. Az a baj, hogy itt Európában nagyon összekeverik a tibeti, meg hindu előírt meditációs folyamatokat. Nagyon sokan összekeverik, és azt itt Magyarországon, vagy például Németországban vezetett meditációnak mondják, az nem meditáció, oké? Okay? Az nem meditáció. A meditáció ennél sokkal egyszerűbb, lazább, könnyedebb, a tudat tágításáról szól, és nincs benne értelem. Tehát az agy mindig akar mindig valamilyen szóval valamit kezdeni. Hogyha oda teszem az értelmetlen szót, értelmetlen hangzatot az agyvelőnek, nem tud vele mit kezdeni. Ezért az intellektus babrál vele, és közben a többi rész megnyugszik. Aztán megint babrálunk vele, aztán megint megnyugszik. Tehát ott nincs értelem a meditációban, ez egy nagyon fontos. Ott elkezdjük figyelni, és erre tényleg van lehetőség, de most nem úgy figyelni, mint egy mikroszkóppal, a halántéklevény és a hipofízis közötti nagyon finom kommunikáció, amely végül egy belső hangélményhez vezet, amelyet Tibetben vagy Indiában úgy hívnak, hogy Bicsa mantra, amelyet belül lehet hallani. Ez egy akusztikus élmény, általában a hipofízis fölött érzékelő az ember a jobb oldal, akkor a füle cseng. Szóval, de hogyha az be van állva, akkor transz állapot kezd szépen kialakulni. Mi kialakul, már abban van. Tehát a meditáció nagyon jó. A többi az csak egy irányított, imaginatív, szuggesztív valami, hogy bent tartsuk az embert valamilyen vallási irányzatban. Ha nem vallási irányzatról van szó, hanem a teljesség, az egyetemes valóság birtokba vételéről magamon keresztül, na az a meditáció. Nem tudom, hogy így. Teljesen. Igen? Azt szeretném megkérdezni, hogy a könyvben az elgondolkoztatott, mikor azt olvastam, hogy addig ismétlődik a trauma, ameddig pozitív választ nem adunk rá, tehát ez a generációs. Ez a pozitív válasz, igen, ez egy kicsit buktatós, igen, ez egy buktatós, mert pozitív gondolkodás, mert pozitív válasz. Tehát, mit értsünk ez alatt? Ugye van az a mese a bolondistokról. Fiam, legközelebb kössé kötelet a nyakába. Meg tűz a kalapod mögé, aztán megy a nyakába tehénnel, meg kötél a mennyasszonynal. Tehát úgy, ha nem időszerű, nem adekvált a válasz, akkor ez egy hibás válasz. Oké? Okay? Tehát, akkor, amikor maga engemet megfenyegetett múlt héten a hatos villamosnál, hogy bokán rúg, érthető? Én meg ott elkezdtem forracsögni, az nem időszerű és nem odaillő válasz volt. Ha maga engem megfenyeget, jó, nem mindegy, vagy adok egy pokont, vagy kész, ott vagyom, hogy nincs eszélye. De ha ott maradok veszekedni, úgymond megvédeni magamat, oké, túlvédem magam, az nem odaillő válasz. Ezért rögzül. Tehát minden eseményre van egy azonnali gyors reflexválasz. Ha ez a reflexválasznak van 2 szekundumos időintervalloma, de én elhúzom 10 percig, akkor traumaként rögzül az agyamba és a testembe. Nem tudom, hogy így érthető-e. Tehát az a pozitív válasz, hogy nagyon természetesen, nagyon gyorsan, nagyon őszintén, érthető? Az első spontán reakció tulajdonképpen. Most már óvatosan, mert ezzel a társadalom átnevelt minket annyira, hogy az első spontán reakció az nem mindig belőlünk jön, hanem az már egy
sok évtized alatt torzult. Egy nagyon idétlen helyzet alakult ki 2 héttel ezelőtt, nem 3 héttel ezelőtt, kaput cseréltem. 3 évvel ezelőtt megrendeztem a kaput, de 3 hete hozták ki. Semmi gond, kinyitom, a kutyáim kirohannak. Hát én nem ilyen kutyáim, hát ilyen vagyok, hát a járókeretben se találnám, hogy a kutyáim. Erre mi történik? Jön egy hölgy, 20 perc múlva, fel fogom magát jelenteni az önkormányzatnál. Először eszembe jutott az 50-es meg a 60-as évek. Mindenki, aki ezzel fenyegetőzött akkor is. És kitört belőlem a röhögés. És kitört belőlem a röhögés, és az volt az őszinte válasz. Hogy ért engem? De hogyha az 50-es, 60-as évek szerint válaszoltam volna, hogy most miért tetszik már csinálni, nem már, majd jó leszek, érted? Vagy most az új hullám szerint kezdeni megcsinálni, hogy igen, rögtön kiteszem az ászlót, akkor az kikület volna. Hát teviszájjal rögtön, de az spontán volt. Az egy pozitív megoldása volt, és csökkent az a félelem. Én nem tudom, hogy érthető vagyok ezt. Hát merni kell az igazi intuíció szerint, a minden jön. Jó, hát akkor csiki szünet, jó? Én nagyon figyelek, igen. Egy ilyen kis vicces kérdés, hogy ugye mondtad, hogyha gyakorlatilag valaki a családot alapítasz, vagy elválsz, és újra családot alapítasz, ugye ez mind hatással van rá. Igen. És ugyanez van például mondjuk örökbefogadó gyerekeknél, az örökbefogadó család is hatással van rá. Igen. És akkor például mi van olyan esetben, ha mondjuk, mondjuk van egy család, nagypapa elmegy háborúba, van egy gyerek, akit otthon hagyott, mert a nagymamát. Uh-huh. Aztán sose jön vissza, nagymamának lesz még mint a 3-4 gyereke mástól, tehát semmi köze a nagypapához, nem is látták soha. Uh-huh. És ugye nem kapják meg azt a családnevet, mert ugye a törvény szerint nem lehet. Igen. X ideig. És hogyan öröklődnek át például ezek a gyerekek? No. Amikor egy nő gyermeket szül ilyenőtől, akkor ilyenő információhordozó spermája lenyomatot képet, információt ad a anyának, lenyomatot képet, és onnantól kezdve Gizi, mert benne van ilyenő lenyomata. Ilyenő meghal, eltűnik, nem érdekes, jön Sanyi. Sanyi már nem Gizinek csinál gyereket, hanem Gizinek, és Jenő lenyomatának. Tehát ebből következően a második gyereknek 2 apja van. Egy biogenetikai és egy mentálgenetikai. Ennek az a egyetlen egy rejtő része, hogy az anya viselkedésével el van fedve, hogy ez valójában Jenő információja. Érted? Tehát ez egy nagyon izgalmas terület. Na most ebből következően, mivel a második gyerek, Sanyi gyereke, Sanyi dominancia Jenő színezet, ezért a bátyuska meg az öcsike, vagy bátyuska és húgica között van egy információ áramlás Jenőre vonatkozólag. Érted? Uh-huh. És ez nagyon izgalmas terület. Tehát megint a non-lokalitás, és a nevelés, és a legendárium, meg az együtt fenntartunk egy emléksort Jenőről vagy Sanyiról, ezek dolgoznak, de az anya és az elsőszülött, aki Jenőtől van, ők köztük nagyon erős a koherencia. Mert Jenő volt az első, aki Gizinek a egységét úgymond megbontotta, vagy kiegészítette az információs könyvtárát. De utána ezért ez megy. Hm?
Hát mindegyik testvérének fogja érezni Jenő gyermekét. Mert bennük már bennük van a Jenő lenyomata. A harmadik gyerekben már nem annyira, mert ott kétszeres annyi van. Mi van a meg nem született, illetve elvetélt gyerekekkel? Tehát mondjuk Jenő gyereke nem születik meg, mert menet közben meghal, akkor mi van a következő Sanyi gyerekeivel? Na most ez egy nagyon komoly dolog. Ha meghaladt a 12 hetet, akkor Jenő információja él. Ha nem haladta meg a 12 hetet, akkor Jenő információja elveszett. Szép lassan úgy. Mint egy kellemes dugásos kaland, meg volt egy kis mellékzöngéje. De tényleg, de ha meghaladja a 12 hetet, akkor már lenyomat. Hát ugyanúgy nem marad lenyomat kérni, ha megszületett volna. A homloklebenyben. Ebből következően... Mind a következő gyerek homloklebenyében. Nem, az anyuka homloklebenyében, és ezáltal anyukának van gyereke, hogyha 13 vagy 14 hetesen megy el a baba. Igen, igen, így van. Ezért aztán ő már a következő gyereket szorongva fogja kihordani, hogy elment Jenő gyereke. Nehogy ez is elmenjen. Ezért aztán a megszületett gyereknek mindig lesz egy testvér keresési impulzusa. De nem tudja megfogalmazni, hogyha muter nem mondja el, hogy mi ez a hiányérzet. Ez egy parányi hiányérzet, de meg tud színezni bármit. Nem tudom, hogy érthető-e. Ugye említetted azt, hogy úgy reagálunk a helyzetre, hogy vagy támadunk, vagy elmenekülünk. Vagy elviseljük. Elfogadjuk, és azt mondtad, hogy elkerüljük. Ha mindig elkerüljük a helyzetet, akkor hol van az, hogy edződünk azáltal, hogy fölvesszük a kesztyűt? A keresztény kultúrának ez egy nagyon becsülésre méltó értéke. És a hindu jogi kultúrában is egy fantasztikus, becsületes érték, hogy edződjünk és erősödjünk, és a kínai kultúrában is jelen van, meg a japánban. Tehát ez mindig megvan, hogy készülj fel a harcra, viseld el, edződjél. Ez azért van, mert kényszer közösségekben élünk. Hogyha úgy erősödnénk és úgy edződnénk, mint a kis cicák, hogy állandóan játékosan, akkor az edzettségünk sokkal rugalmasabb lenne. De ha kényszerből a karakterünk ellen dolgozva akarunk erősödni, akkor izületkapás, lumbári szakasz 4-es 5-ös csigolya, nyaki csigolya, gyomorfekély, szívritmuszavar, esetleges impotencia vagy más egyéb petefések probléma, csak azért, mert túl akarjuk magunkat erősíteni. Ugye a pszichológia coping stratégiánk tárháza alapján is különbséget tesz az emberek között, tehát hogy mennyire erős a megküzdési képessége. Hogyha elkerülök mondjuk ebben a civilizációs keretben ezt emiatt, hogy ne kapjak, vagy ne alakulhasson ki betegség, akkor mit tegyek helyette? No. A civilizáció evolúciója az nem egyenlő az evolúció kultúrával, vagy az evolúció intelligenciájával. A kettő elválik egymástól. Abban a pillanatban, amikor félelemből társadalmat kezdtünk el létrehozni, akkor lemondtunk az evolúciós kultúráról, és a félelem diktálta kényszerközösséget, civilizációt hoztuk létre. Na most, minél inkább alkalmazkodunk egy mesterséges struktúrához, egy kényszerközösséghez, annál inkább elgyengülünk evolúciósan. Én, ha elkezdek veled kiabálni kín az erdőbe, ott Altamira tájékán a barlang közelébe, akkor vagy elmenekülsz, vagy felkapsz egy botot és úgy fejbevágsz, mint annak a rendjel, vagy vicsorogsz. Na most ugyanezt megteszem a munkahelyen, üvöltök veled, ilyen főnök, jó, csak halkan, ne hagyják ezt. Tehát a civilizáció megteremtette a megszégyenülés értékét. A megszégyenülés és a megszégyenítés, erkölcs, morál, etika, mint magasrendű marhaság, de elhitetik velünk, hogy van, ezért
kialakul bennünk a szégyentől való rettegés. Te felkészülhetsz arra, hogy én üvöltök veled, de a szégyen és az undort én nem tudod magadból kitenni. És a undor, mint a legősibb reflexünk, hisz még a galléros pávián is az undor kifejezésével mutatja a kölkének, hogy benevedd azt a bogyótba meg, mert ott dög lesz meg. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Tehát ez bennünk van, ősidőktől. Hogyha ezeket mi lenyomjuk, akkor ezek az értékek minket azonnal betegítenek. Tehát nem erősítenek, betegítenek. De úgy tudom, én azt gondolom, hogyha én ezt el tudom fogadni, amit mondasz, de akkor inkább ott tudunk segíteni, mondjuk aki segítő, de professzionális, vagy nem tudom, azért nagyjából olyanok ülünk itt, akik valamilyen területen dolgozunk, hogyha megtanítjuk az embereket arra, hogy hogyan tud ilyen helyzetekben működni, nem? Tehát ha felkészül ezekre, például ha valaki üvölt vele, hogyan bánjuk a nehéz emberekkel? Mi a célra vezető hozzáállás? Na jó, tehát a megküzdési képesség, ezt nevezzük alapjaiban én erőnek. Egy magzatnak 3 hónapos korára meghatározódik az én erő töltése. Utána már nem lehet növelni az én erőt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát az én erő ott határozódik meg. A megfogantatástól a 12 hetes korig. Innen van az én erő. Ez alatt a minőségi változások alatt, fejlődések alatt milyen elutasítási gesztusokat kap a magzat, azt határozza meg, hogy az én ereje, a megküzdő képessége milyen lesz. Érted? Na most ezt nem tudjuk erősíteni szülés után, vagy felnőtt korban, vagy kamaszkorban, ez lehetetlen. Az elviselése kondicionáljuk, de az elviselés az nem erő. Az egy kataleptikus állapot. Az elviselés nek a gyakorlása gyakorlatilag az, hogy lemondok a menekülési vagy támadási jogomról. Ha arra kondicionálok valakit, hogy viselje el. Értél, társnő? Nem lehet maga olyan idióta, hogy engedje a munkásoknak, világos, hogy nyugati újságot olvassanak. És neked erőd van, és ott állsz, igen, Horváth Oktárs. Elviseled. És akkor 3 hét múlva, vagy 2 év múlva egy nagyon cuki gyomorfekét meg lehet műteni. Érted? Tehát nem szabad kondicionálni magunkat az elviselésre. Mert az nem erősít, hanem gyengít. És akkor mit segítsünk az emberekkel? Attól függ, hogy kinek mit, ki mit kér igazából. Én nagyon haragszom, bocs, hogy ezt mondom, a meddő nőkön való segítésem. Haragszom, dühöngök, örjöngök. Minek? Evolúcióban nem fér be. Valamiért meddő. Lehet, hogy evolúciósan ő nagynéninek születik. Most a falkán belül, mert van a domináns nőstény és a domináns hím, és vannak a nagynénik, meg a nagybácsik, akiknek az a dolga, hogy foglalkozzanak a kis hülye porontyokkal, most falkán belül. Nem tudom, hogy érthető vagyok. Ha azt elfogadom, hogy oké, de akkor erősíthetem őt abban, hogy ezzel éljen együtt, és találja meg azt az örömet, vagy amit mondtam. Erről beszéltünk, így van, erről beszéltünk. Akkor is tudok vele foglalkozni, tehát tudok benne mit erősíteni, csak nem a gyerek iránti vágy kielégítés, hanem azt, hogy... Persze. Hát, igen. Most kaptam nemrég egy levelet, amiben hálálkodott nekünk a vendég, hogy rájött, hogy nem is akar gyereket, és hogy most milyen békés és nyugodt, és köszönni szépen. És eddig azt hitte, hogy ő gyereket akar. Mert a társadalmi nyomás, ugyanis a kultúrgenetika azt határozza meg, hogy az a felnőtt ember, nő, akinek van gyereke, ja, meg az a felnőtt pasi, akinek gyereke van, akkor közénk tartozó, ha nem,
és rájött most, hogy a munkahelyét is ott fogja hagyni, és valami sajátba fog kezdeni, és ezzel fog teremteni. Erről van szó. Tehát az érték, a teremtő érték ott van, nem kell feltétlenül növelni az állami gondozottak számát. Akkor végül is nem megküzdési stratégiákat kell, hanem újra. Igen, felismerni. Hogy egy bizonyos problémával hogyan küzdjön meg, de az megint erőszak. Így van. Lehívom, holott nem biztos, hogy küzdenie kellene, hanem találni egy másik utat, amivel megtalálja a küzdelem. Ez a saját önmagunk birtokba vétele, erről szól a történet. És az elkerülés sem arról szól szerint, hogy elmenekülni félelemből, hanem egyszerűen tudom, hogy sem egy olyan helyzetet, ami rohadtul nem jó nekem. Tehát nem kell benne tartani szerintem, én nem szeretném magam egy olyan helyzetbe tartani, csak azért, hogy edződjek. Sok ilyen helyzet van egyébként, ahol edződni kell, ami lehet, annak nem muszáj neki futni. Tehát nyilván maradok, ha edződni akarok, de azt én nekem éreznem kell, hogy most meg van értelme. Én kívánom minden nőnek, hogy edződjenek, és elégítsük ki a férjék szexuális igényeit. Úgy, ahogy azt ő akarja. Mi van? Edződjetek! Nem lehet, érthető? Nem. Mert abból hüvelygomba, mély nyakrák, ennődaganat, szépen kifejlődik. Tehát nem szabad lenyelni. Ez az 1:1-es a pszichogén viselje, mert nem. Nem vagyok hajlandó katalepsziát felvállalni, mert az nem jó. Annyira veszélyes a katalepszia, hogy több csonkolt lábú ember lesz öngyilkos, mint megvakult ember. Mert elveszíti a menekülés képességét. Nem tudom, hogy érthető vagyok. Tehát nem szabad lemondani a menekülés jogáról. Ez egy evolúciós jog. Az bennünk van. Ez fontos. Nem erősödünk meg a szenvedéstől. Kérgesedünk, de az nem erő. Ez nagyon-nagyon fontos. Hogyha ha ezt nagyon komolyan vesszük, akkor én gyakorlatilag itt engednék annak, amit mondasz, akkor én most itt mindenütt úgy gyűlölnék, mint annak a rendje. És ez minden akar? Megsértett anyám, maga tanárnéni. És ezért rendszeresen megyek gyakorolni nőkhöz, hogy sértsenek meg. Ma annyi sértés van, és én annyit elviselek, rohadjatok meg. Mondjad csak, csak őnek. És akkor kialakul bennem egy rejtett, lefolytott nőgyűlölet. Érthető? Ami egy fantasztikus balheregújus tagalatban megnyilvánul. Igen, de pozitív minta is volt az életedben. És az nő, pozitív minta nem volt. Nőben nem volt. Nőben nem volt. De akkor ezzel azt mondod, ha olyan erős a negatív minta, akkor nem veszed észre a pozitívat? És nem, ha arra figyelsz. Meg is provokálom, hogy sértegessél. Hát arra, hogy most ilyen kulcsiba jöttél fel. Ez a klímasz, ez engem nagyon sért. Érted? Tehát elkezdődik a provokáció, mert minél jobban lenyomok dolgokat, minél jobban elviselek, annál inkább rászokom, mert ez egy őrülten jó érzés. Rászokik a szervezetem. Ezek hormonok, enzimek, eszméletlen. Hát én minden nap, nem most már csak két napon, mert leszokóban vagyok, adatok magamnak 2-3 pont a feleségem. És ott baromira tud fájni, és amikor a fájdalom elmúlik, akkor mert egy olyan anyag termelődik a agyamban, mint a heroin. És akkor megnyugszom, ez a megkönnyebbülés. És ezért vannak szenvedésfüggők. Bántatják magukat, hogy utána a megnyugvás állapota, az de jó. Érted? Tehát itt rá lehet ám szokni dolgokra, és utána rabjává válsz. Tehát ezért kell az alapkarakterünket megtartani, és egyiket sem túlzásba vinni. Sem a menekülés, sem az elviselés, sem a támadás. Ha a karaktereddel szinkronban van, és a szituáció szinkronban válaszolsz, akkor egy boldog ember leszel.
Igen, de te tudsz úszni? Tudsz úszni? Tudok, igen. Tényleg? Igen. És jól úszol? Nem annyira, jól. Mert most megyünk Afrikába, van egy krokodil a teli folyó. Elkerüld a folyót, hogy bemenjél fürdőruhába, vagy nem? A krokodilok vannak benne. Persze, hát ők ott élnek. Van egy Piránya szakasz is. Elkerülöd? Na, ez az elkerülés. Tehát bele sem megyek. Oké? Okay? Hát egy csomó helyzet az életemben nem ennyire előre látható. Mert ha tudom, hogy elesek előtt, elerülök. Hát de pontosan azért mész arra, hogy el tudjál esni. Mert azt akarod megélni. Ez az intuíciós közlekedés. Amíg nem tudatosan minden egyes cselekedetére az ember képes saját maga cselekedetére odafigyelni, addig azt hiszi, hogy igen, mert meglöktek. Nem. Azért mentem oda, hogy engem meglökjenek. Az, hogy ez nekem miért jó, azért kell tudatosan odafigyelni. Ez a trauma térkép. Egy kell megnézni. Ismerik a kaportánál szomnak az életre, az ötvétésben? Nem. Megyek az utcán, gödör, belesem. Nem tudok kijönni, aztán kijövök, és az ötödikre már elkerülöm, de négyszer belemegyek egészen addig, amíg már nincs szükség arra, hogy belemegyek. Keresetek állatom, nem szép. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Tényleg, mivel nem rendelkezünk önismerettel, illetve önismereti tanfolyamokra járunk, de nem merjük meghatározni magunkat, hanem csak viszonyítani merjük magunkat valakihez, addig folyamatosan bukdácsolunk. Ha megmered határozni magadat, hogy vagyok, aki vagyok, akkor nyert ügyed van. De akkor nyilván a traumácsa úgy éli már meg az ember, mert tudom, hogy én ez vagyok, bele fogok futni itt a pokonba, de ez nekem jó most, utána a pokon nem, de már nem traumának él meg az ember azt. Így van, mert benne van pakliban. Aki nem kockáztat, nem nyerhet. Tehát akkor már másképp van a megélés, és ami nyilván a betegségeket már nem úgy generálja a szervezetben, mint hogyha én ott, amit egy krízisnek jelenjen meg. Volt egy csodatos anyuka, a Tűzoltó utcai gyermekklinikán dolgoztam, ez 79-ben volt. A gyerekek már tudták, hogy ki fog elmenni. Elkezdődött a kis hízás, meg pici szivárgás a nóziból, a vér, akkor tudták, hogy egy-két héten belül meg lesz az oxigéncsátor, tüdő felfut. Na, ott volt egy fantasztikusan jó kis csaj, csókolták már a bal lábát, tényleg 14 éves elmúlt, más kivágott a véreske a nóziából, egy kicsit puffa, tehát ilyenkor mondják az emberek, hogy de jól néz ki, közben nem erről szól a történet. Az anya bejön a korterembe, teli van gyerekekkel, aminek anya főtöz vágja magát az átszélén. És még ezzel is büntet az Isten, ó, mit tettem? Miért büntet ezzel is az Isten? A csajnak nem volt kedve életben maradni. A nő annak körül, hogy megdöglik a lánya. Nem meghal, megdöglik. Mert ha meghalna, akkor lenne méltósága. Érted? Meghalni csak méltósággal lehet, abban pedig segíteni kell, hogy az ember méltósággal átlényegüljön, ne megdögöljön. Nem tudom, hogy érthető. A gyermekklinikán nagyon sok mikrohipnózist csináltam, én is hallgató gyerekek, hogy átlényegüljenek. Egy időben basztatta az agyamat, tényleg így kell fogalmazni, hogy most bűn. Nem, ez volt a helyes útvonal. Hogy lekapcsolni a hülyéket körülött. Mert azok belekapaszkodnak és kiszívják az utolsó csepp vért is a saját mártírság okán jogán. Bocsánat, és többet nem kérdezek. Az előző előadóhoz oda mentem, hogy mit ért modern hipnózis alatt, mert értek el, és azt mondta, hogy nem mondja meg titok. És hogy holnap nézem az újságba, ami itt megjelenik, mert itt annyi újságíró van,
közöttünk, és mindenki megírja azt, ami itt elhangzott az előadásban. Kérdem én, hát ha megtudom, hogy mit értünk modern hipnózis alatt. Hipnoz az egy fantasztikus isten volt. Az államistene. Bár nem tudom, hogy az állami vagy az alvási, de azt hiszem az államistene volt. Ebből is ered maga a hipnózis. Oké? Okay? Tehát államképek, képek stimulálása, történetek képekben való megfogalmazása az agyban. Úgy, hogy közben csupa van a szemünk, tehát ezért belső agyi funkciókat stimulálunk, vagyis egy pszichofiziológiás látás alakul ki, nem kell hozzá foton. Oké? Okay? Ezt mindenki tudja, aki hipnózissal foglalkozik, sőt, azok az anyák is tudják, akik hosszan mesélnek a gyerekeiknek este, amikor az néha kinyitja a szemét, és akkor Mikka Makka azt mondta, hogy holnap hozzál ötös kislánya, igen, és holnap ötös oda kislány. Érthető? Hát ezt az anyukák ezt azért tapasztalják, hogyha odafigyelnek. Modern hipnózis nincs? Én hipnotizer vagyok, azért kérdeztem. Igen, hol végzte? Nem szarakodni akarok, Bélánál, vagy a bányainál. A bányaiban elvégeztem. Nagyon jó, aktívében hipnózis alapján. Én a 80-as években még ott kezdtem, igen. De ez, és találkozom egy ilyen meghatározással, amivel még nem találkoztam, ezért kérdeztem. Úgyhogy köszönöm szépen. Jó, nagyon jó. Akkor mondjál, hogy sosem tudod legyen. Ez az elalvás, hát pillanat a kisgyereknél, hogy ennek tényleg ennyire nagyon jelentősége van? Mi mondjuk a kérdés, bocsánat. Hogy ez az elalvás előtt az pár pillanat, amikor már még itt nem nagyon, de ott még nem annyira. Ó, álmában is lehet vele beszélni, és másnak nagyon-nagyon-nagyon fontos. És igen, akkor mondom, akkor nagyon vigyázni is kell, mert akkor ilyen sokat... A gyerekeknél mindig kell vigyázni, mert a gyerek benne alszik a szobában, mi pedig megbeszéljük azt, hogy te nem kéne bedobni az acit. A gyereket. Ja. És hajnal 3-kor fel kell, és csupa pisi a lepedője. Az impulzus elment. Mély altatásban lévő betegek, akiket operálnak, hülyeségeket beszélnek az orvosok. És egy hét múlva meghal a beteg. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy kapacitása van a központi idegrendszernek. Mindent meghal, főként ami róla szól, és valamilyen szinten értelmez. A magzat egyet fejlődésétől függ, hogy paranoid módon értelmez, hisztomán módon értelmez, vagy de vágom? Vágom. Mert nagyon oda kell figyelni. Azért is kérdeztem, mert van egy kis fiunk, 3,5 éves, és együtt az. Meg a helyen? Ja, azt hittem egy ágyban. Nem egy ágyban, egy szobában. Már magának nagyon szaga van, nem? Biztonságérzet. Ért engem? A gyerek számára maga az anyaszag. A kis mocskos rohadék, vakarék, ilyen magzatok, na olyan jó a szaglása, hogy megérzi, hogy tejpörös sajtos lágos nevett a mama. És hogyha az a kedvenc étele a mamának, akkor amikor a tejpörös sajtos lágos közelébe teszem a 3 hónapos bébinek, odafordul, és mama biztonságot érez. Érthető? De ez káros. Dehogy is. Hát a hülyeséget, hát pálinkával, igen, de... Értem a gyerek, tehát, hogy az, hogy ugye kifejlődjön az ő kis határozottsága, meg ilyesmi. Ilyen szempontból ez káros, mert hogy ennyire... Fejezd ebbe a kérdést, nem azatolunk. Milyen kérdés? Hát, hogy mennyit átadok ugye azzal, hogy mondjuk azokat a dolgokat, amiket mondjuk én nem kaptam meg gyerekkoromban, megpróbálom adni a sajátomnak,
Most megpróbálja, vagy adja? Hát adom, igen. Adom. Akkor mi nem alszik maga mellett? Hát már van egy férjem. Bocs, az egyik nem zárja ki a másikat. Az egyik nem zárja ki a másikat, mert ugye magának ott vannak a himbi-limbiei felül, a gyerek ráfordul, biztonságérzet. Helyből fél éves korig az a legjobb. Tejszag, fertő, minden, az a legjobb. Utána pedig azért, mert nagyon jó, mert olyan jó kis párna vagy mama. Ezek biztonságérzetek. Az ősbizalom minél később törít meg, annál jobb. Egy csecsemő mellett lehet szeretkezni. A szexual... Nem? Próbálj ki! Próbálj ki! Meg fogja a gyerek, ez valóban beszélni magunk, mert aludjon el, és mondok egyet. De úgy igazít. Olyan felhők, olyan feromonok, olyan illatok jelennek meg, hogy a kis hülye gyerek, aki egyik szorongva aludt, kitakkod, és boldogan fog aludni. De ezt komolyan mondom. Követően nem az eljössz. De ezt tanácsolom. Érted? Tehát ezt komolyan mondom. Most mondtam, hogy bármely gyerek. Tehát nagyon, mi a kis szemétlázás két éves korban fel is tudnak közben vihogni. Pedig az anyjuk van reszelve. De ez a biztonságérzetet növeli, az ősbizalmat növeli a gyerekben. Ez nagyon fontos. Fia van? Tehát az apa kiszorította a kis hímet a legdominánsabb nőstény mellől, vagyis az önbizalmat sérülni fog. Csak az életmás területeink. De most indul el a szerelem, 3 és 4 évesen. Most fogja magát úgy nézni, hogy anya, hogyha az apa a gyerekünk lesz, és lesz nekünk egy kis öcsénk, és akkor... Most jön egy... Én nem vagyok felkészülve. Na ugye, ilyenkor kell azt mondani, hogy bébi, majd ezt megbeszéljük. Tehát ezek fontosak, mert ősbizalom és önbizalom együtt kell erősíteni. Hát jó, oké. Igen. Semmi. De az a késemmi, olyan gyönyörű kezem. Attól. Van még? És akkor van még kérdés? Nincs, semmi, csak itt analizál engem. Az jó, nem? Jó, igen, jó. Ugye jó? Nagyon. Jó, hát akkor itt... Nekem mondjam, hogy nagyon élveztem az előadását, imádom az ilyen jópofa embereket, és olyan értelmesen beszél, én is ilyesmikkel foglalkozom, hogy nekem ez egy élmény volt, és nagyon örülök. Köszi, ez jól esett, igen. De tényleg jól esett. Mennyit az analizálás? Most analizál, ez nagyon örülök, hogy eljöttem, és nem csalódtam, és nagyon örülök, és a minkában is nagyon sokat fog és segíteni. Köszönöm, ez nagyon megtisztelő. Gratulálok. Köszönöm. Köszönöm.